Többen választották hétfégi programjuk helyszínének Sötétvölgyet. A szombat reggel készült felvételeken lehet látni, hogy egy tucat autó állt a parkolóban. Volt, aki túrázott, más sétált, vagy éppen horgászott. Megtehették, hiszen a szexát környékén levő kirándulóhelyeket nem zárták le a látogatók elől. Országszertek szigorúbban ellenőrizték a kijárási korlátozás szabályainak betartását a hatóságok, így tettek Tolna megyében is. A hatóság emberei többek között Sötétvölgyben is körbejárták a tavat és ellenőrizték a kirándulók által kedvelt helyszíneket. Elsősorban azt nézték, hogy vannak-e csoportok, és tartják-e a távolságot az emberek, amiket járván idején javallott megtenni. Ott jártunkon nem volt sok dolguk a rendőröknek, mivel mindenki betartotta a szabályokat, és később is csak elvétve fordult elő, hogy figyelmeztetni kellett a kirándulókat. Bár megyei adatot nem közöl az operatív törzs, az országos adatokból az derül ki, hogy a kijárási korlátozást országszerte komolyan veszik az emberek. Megállapítottuk, hogy országosan az elmúlt hétvégén 3945 szabálysértés ügyében kellett rendőreinknek intézkedést foganatosítani, így összesen már 26.316 szabálysértés ügyében intézkedtek rendőreink. Az elmúlt 24 órában országosan 1.738 szabályszegés történt, ebből a figyelmeztetéseinknek a száma 816 fővel szemben kellett végrehajtani. Országszerte a rendőrök 521 helyszíni bírságot szabtak ki, és 401 feljelentést tettek a kiárási korlátozással kapcsolatos szabályok megsértése miatt. Az alezredes a sajtótájékoztatón arról is beszélt, hogy a fővárosban most hétvégén kevésbé volt jellemző, hogy az emberek megszekték a korlátozásokat, mint az ország többi részében.